A zene az kell, hiszen zene nélkül mit érek én? Ez a Borsod Online zenei tematikájú podcast magazinja. Aki számít a hallgatók figyelmére, Horváth Imre, szerkesztő műsorvezető. Nagy szeretettel üdvözlöm a Zene az kell című podcastünk hallgatóit, és egy egészen rendhagyó adásra fog most sor kerülni, ugyanis hát fogunk zenekar kapcsán is beszélgetni, fogunk a zenei oktatásról is beszélgetni, ugyanis a Premier Alapfokú Művészeti Iskola képviselői vannak itt a stúdióban. Szeretettel köszöntöm Kovács Csótai Zsófiát, szakmai vezetőt. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Füvesi Szabina zenetanárt. Sziasztok! Illetve Pap Emiliát, az akupunktúra zenekar frontemberét. Sziasztok! És akkor beszélgessünk először az iskoláról, hogy mit is lehet tudni erről az iskoláról, honnan jött ez, mióta létezik, és mivel foglalkozik. 2006-ban alakult az Alapfokú Művészeti Iskolaként, Premier Alapfokú Művészeti Iskolaként. Két megyében is jelen vagyunk, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Vár megyében, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nem csak zenei oktatással, hanem mind a négy művészeti ággal foglalkozunk, tehát színjátszással, képzőművészettel, ugye a zeneművészettel, illetve a táncművészettel is, tehát teljes átfogó oktatás is tudunk van, és kifejezetten csak az alapfokú művészeti oktatásra helyeztük a hangsúlyt, tehát nálunk közismereti oktatás nincsen. Gyakorlatilag innen indult egy egészen kis csapattal, ami szépen felbővült, most már több mint 3000 gyerekünk van. Körülbelül olyan 100 kollégával dolgozunk együtt, és tényleg megpróbálunk minél szélesebb körű oktatást adni. Miután alapfokú művészeti iskola vagyunk, ez gyakorlatilag a zenei részét tekintjük, akkor ez a klasszikus vonalat követnénk, illetve azt követik, mert ott ugye kötött tanmenettel, kötött órákkal, illetve nagyon sokszor kötött megoldásokkal tudnak csak dolgozni a kollégák, és elindult egy olyan kezdeményezés, főleg a fiatalok részéről, hogy jó, meg akarnak tanulni gitározni, dobolni, hegedülni, bármi egyebet, de azért, ami körbevesz minket, főleg mostanában azért zenei fronton, azért sokkal inkább egy ilyen pop kategóriát von maga után, és hát nyilván azért szeretnének sokan eljönni zenét tanulni, hogy utána ebben tudják magukat képviselni. Úgyhogy szerettünk volna egy olyan tehetséggondozást, ahol azok a gyerekeket ki lehet emelni, akik ez iránt érdeklődnek, tehetségesek is benne, illetve ugye az lenne az elsődleges cél, hogy mind a gyerekek, mind a tanárok is jól érezzék magukat, és el tudják kezdeni egy kicsit közvetlenebb formában egy másfajta csoportos foglalkozásban ugye ezt a zenei oktatást. Mert hogyha belegondolunk, a klasszikus zenei oktatás az egyéni órában működik. Ott ül a tanár, ott ül a diák, megtanulja a hórakat, megtanulja, nem tudom, a dobon, mert én képzőművészeti tanár vagyok, tehát hogy annyira azért nem vagyok tisztában vele, hogy éppen mit és hova ütnek le, és hogyan szólnak azok a dallamok és szólamok, de gyakorlatilag az a része, amikor együtt, egy csoportban, bandaként együtt tudnak zenélni, azért az egy teljesen más világ. De hát erről sokkal inkább tudnak a kolléganőm, illetve ugye Emília beszélni, mert 2020-ban, amikor bejött a Covid, ugye, az akkor volt, egyszer csak azt vettük észre, hogy a semmiből Füvesi Szabináik létrehoztak egy csapatot ott a premiéren belül, és ők kőkeményen elkezdtek ezzel foglalkozni, és ez nagyon izgalmas időszak volt, és szó szerint az volt, hogy ti kinőttetek a földből, de szerintem jobb lenne ezt mesélni, de... Igen, hát ezt a diákjaimnak köszönhetem, mert igazából az ő ötletük volt, hogy ők szeretnének könnyű zenét is tanulni a komoly zene mellett, természetesen. És akkor az egyik diákom hozott egy ilyen könnyű zenei számot, hogy na, akkor ő konkrétan ezt szeretné. Ugye hallás után leszettem az akkordokat, megtanítottam, utána megmutattam egy másik diáknak is, ő egy leányzó, és hát neki is nagy volt a lelkesedés, vele is megtanultuk, és hát így ilyen, mint egy ilyen futó tűzként terjedt azon a telephelyen,
nem tudom, elárulhatom-e, melyik telephelyről van szerintem szó. Szerintem nyugodtan. Konkrétan a Sajóvámosi telephelyen. És így szépen összeálltunk, először még csak dob nélkül próbáltunk, gitár, basszusgitár, illetve ének. Aztán... Kicsit ilyen garázzenekar hangulat. Igen, igen, igen. Hát meg egy kicsit bűnöztünk is, ugye, mert akkor ti még nem tudtatok róla, hogy mi a háttérben miket csinálunk. Igen. Igen, hát viszont, ezt tegyük amikor... mellé, hogy ezt tényleg plusz órában csináltátok, tehát abszolút tehetségpontként önállóan a pedagógus kezdeményezésére elindult egy ilyen. Az másik történet, hogy utána persze, ezt mi nagyon jó szívvel konstatáltuk, hogy ez, de jó, hogy csinálsz ilyet, és onnantól kezdve elindult az, hogy megpróbálunk segíteni, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezek a kis csapatok ne csak, hogy meglegyenek, hanem bővüljenek, és egyre többen legyenek. Úgyhogy ti nagyon jó példával jártatok elől. Igen, és főleg akkor jött ez elő ez a dolog, hogy ennek pozitívuma is van, mikor ugye minden év végén szokott lenni egy hatalmas nagy gála, egy záró gála, és a gálán játszottunk talán 2 számot, ha jól emlékszem, vagy 3-at. És hát akkor még az egyik kollégánk ugrott be énekelni, mert én nem mertem elvállalni. És majd később az ő ösztönzésére indultunk egy tehetségkutatón, ahol a jelenlegi énekesünkkel is azóta is szuperul működik a zenekar, és azóta több kolléga is követte ezt a példát. Nem tudom, hogy a mi hatásunkra-e, vagy saját indítatásból, igazából ez lényegtelen. Szerintem ez is és az is. Tehát a belső motiváció nyilván ott van mindenkiben, hogy szeretne ebbe az irányban elmozdulni, mert a könnyű zenével való foglalkozás, ugye ezektől a kollégáktól, akik elkezdték, tőlük sem állt el volna, mert zenekarokban játszanak. Igen, igen. Tehát igen, egyért, aktív zenészként igen, működünk tehát, mindannyian. Hogy mindenki igen. Aktív zenészként működik, és hogyha már az ember a pedagógus pályát választotta, az az igazság, hogy ami bennünk van, azt szeretnénk továbbadni. A klasszikus vonalon kevésbé tudják ezt megtenni, mert megcsinálják nyilván, de az munka lesz. Igen. Ez viszont már egy szakma, egy szeretet. Tehát ebben nagyon-nagyon sok minden benne lesz a pedagógus részéről is, illetve ugye a diákok is ezt másképp fogják megélni, mert más lesz a tanár-diák viszony köztük. Abszolút. Tehát, fogékonyabbak erre fogékonyabbak, a stílusra. Meg tegyük mellé, hogy itt azért épül egy nagyon kemény csapat, ahol egy összetartás, tehát nálatok azért nem csak köztetek, hanem az egyes popsulis diákok között is egy ilyen belső kör kezdett el kialakulni, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, és egyfajta ilyen szubkultúrát tudtak teremteni ezáltal. Úgyhogy ez nagyon-nagyon hálás, és nyilván tehát, hogy ez, hogy az ember kigondolja, hogy jó, akkor csinálunk, hogy ez nem működik így. Ez csak úgy működik, hogy jön egy pedagógus, jön egy csapatdiák, és ők ezt megcsinálják. És itt megcsinálták. Igen, ezt ugye említette, hogy hát azért a tanárok egy jó része játszik zenekarokba, és erre ki akartam térni, hogy hát ugye a tanárnő is játszik zenekarokba, melyik zenekarokba is? Az Excelsior zenekarnak a billentyűse és vokálosa vagyok. Illetve amíg működött a Jamfix zenekarnak, voltam a billentyűse és szintén vokálosa. Ez amúgy érdekes, mert ugye a zenekarjaimban billentyűsként vagyok jelen, ahhoz képest gitárt tanítok, meg basszusgitárt. Megcsengetjük. Ja. Jó, igen. Megcsengetjük, én szólt is. Igen. De hogy nyilván kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen kicsit ilyen hollywoodi filmszerű az, hogy a komoly zenei iskolában tanulják a gyerekek, és a tanár az egyébként, tehát ő nagyon szereti otthon a húrokat tépni, és akkor a gyerekek így jönnek, hogy hát úgy ők szeretnének, és akkor persze nyomjuk a rockot, hogy ez kicsit ilyen hatása van így a dolognak. Hát lehet, mindig is ilyen kicsit ilyen lázadó természetem, vagy stílusom volt, vagy van, és lesz. És
általában azért a diákjaimmal megtalálom a közös hangnemet, és hát belőlem is ki lehet hozni a kis ördögöt. Tehát mindennek ellen tudok állni, csak a csábításnak nem. Úgyhogy ez így jól jött ki, és örülök, hogy én is, meg ők is így megtaláltuk azt a pontot, hogy szeretjük azt, amit csinálunk, és komolyabban is. Hát azért a tavalyi évben mi mennyi? 27 koncertünk volt. Igen. Igen, erre ki is akartam térni, meg áttérünk mindjárt a zenekarra, csak még egy dolgot akartam az iskolával kapcsolatban, ugye itt említett, és hogy melyik telephelyen volt, ahol ez az egész felvetődött, hogy egyébként így mit lehet tudni az iskoláról ilyen ennek kapcsolatban, hogy ez hány telephelyen mennyire elérhető, vagy ugye megyében mindenfelé ott vannak? Igen, gyakorlatilag most kicsit túlötni fogok, hogy nagyjából 45-46 telephelyünk van a két megyében, amit említettem korábban. Ebből nagyon sok olyan telephely van, ahol egy adott iskolához csatlakozunk, tehát ott viszonylag egy kötött megoldás van. Ilyen például, hogyha már a popsulisokat említjük, a Szerencsi telephelyünk is, ahol Nahaj Peti tartja ugye ezeket az órát, és ő fogja össze. Ő ugye, mint említettük már, ő a Sky Fanatiknak ugye frontemberre, illetve mint a Nahaj Akusztik gyakran megjelenik, tehát ugye ő is egy nagyon-nagyon aktív részvevője itt a pop életnek. Ezen kívül Peti ugye még a Győri kapuban is ott van, mert van még a Győri kapuban, illetve a Pátriában is van telephelyünk, ami abszolút független. Tehát ott folyamatosan várjuk azokat a művészetek iránt érdeklődő diákokat, szülőket, akik csatlakozni kívánnak. Tehát most jelenleg modern tánc órák vannak ott, képzőművészeti órák vannak ott, zenei órák vannak jelenleg a Pátriában, illetve a Győri kapuban, ott pedig talán most csak zenei oktatás van, illetve a popsulinak ott van a fő hadiszállása, és a legtöbb eszköz, ami ahhoz, hogy ők tényleg működőképes csapattá tudjanak kovácsolódni, azok ott vannak. Úgyhogy ott tudnak minket keresni. Minden nap 8-4-ig az irodán bent vagyunk, tehát hogy bármikor be lehet jönni érdeklődni, telefonon elérnek minket, ott van a honlap, Facebookon fent vagyunk, tehát szinte folyamatosan próbáljuk azért magunkat reklámozni, illetve hogy egyértelműsítjük, hogy hova és kihez tartozunk. És akkor rátérve az akupunktúrára, hogy ez, itt ugye kicsit már hallottunk a kezdetekről, de hogy ez hogy is mondjam, mikor állt fel, mint egy önálló produkció, hogy ez egy zenekar, ami el tud indulni a maga útján, ez hogy alakult? Önálló produkcióként én szerintem a gála utáni tehetségkutató, ott én énekeltem kivételesen, mert nem volt más lehetőség, és már nem tudom, hogy előtte vagy utána, koncert előtt mondtam be, ugye, hogy esetleg, ha a közönségből valaki késztetést érez arra, hogy énekesként szeretne egy ilyen zenekarba szerepelni, akkor nyugodtan keressen meg minket a szereplés után, és akkor Emília oda jött hozzánk, beszélgettünk, utána eljött próbára, meghallgatta, hogy milyen zenéket játszunk, sőt, szerintem már akkor tanultál is meg számot, ugye, ezt megbeszéltük. Igen. Úgyhogy volt közös próba, és akkor onnantól kezdve igazából hát így indult el az egész. Aha, és akkor most a másik oldalát meghallgatva, hogy ez hogy volt, hogy na, akkor én most oda megyek, és akkor jelentkezem. Igazából én ezt tartom az életem egyik legsorsszerűbb pillanatának, ugyanis én abban a helyzetben a Művészetek Házában dolgoztam rendezvényszervezőként, és ezt az úgynevezett diákzenekari tehetségkutatót, ezt mi szerveztük, sőt, engem kértek meg, hogy szerezzek zenekarokat rá, de akiket én találtam, ők már mind jelentkeztek, szóval nagyon kevés zenekar, talán 4 vagy 5 zenekar volt összesen, akiket össze tudtunk szedni, de aznap volt a Hangszert a kézbe programsorozatunk is, ami ugye országszerte folyik minden évben. Én ott voltam felügyelő a Művészetek Házán belül, és amikor ennek a programnak vége volt, akkor úgy voltam, hogy kimegyek már, megnézem, ha már legalább valamilyen közöm volt a tehetségkutató szervezéséhez, illetve ugye én gyerekkorom óta kötődöm a zenéhez, csak sajnos az egyetem alatt el kellett engednem, mert fontosabb dolgok voltak, aztán nem volt lehetőségem, hogy visszatérjek hozzá, ezért mindenképpen érdekelt maga
zenei része is, és így kimentem, leültem a színvateraszra, és konkrétan én az akupunktúra fellépésére éltem oda arra a mondatra, amikor Szabina azt mondta, hogy énekest keresünk, ahogy elhangzott, és hogy akit érdekel, az jöjjön oda nyugodtan. Hát én rámosolyogtam, az egyik barátommal voltam kint, rámosolyogtam, és mondtam, hogy itt a lehetőségem. És utána oda mentem Szabinához, és a továbbiak azok pedig így történtek, és ezt még megfűszerezi az a történet, hogy a Hangszert a kézbe programon, amin előtte részt vettem, pont leültem egy gitáros úrral beszélgetni, és szóba jött az, hogy nekem volt kötődésem a zenéhez, uh-huh. úgy érzem, hogy ehhez lenne még a továbbiak folyamán is közöm, és szeretném, hogy legyen, és nagyon sajnálom, hogy eltávolodtam tőle, ő pedig rendíthetetlenül mondta, hogy mindenképpen keressek legalább egy embert, akivel ezt tudom űzni, és onnantól nem lesz gond. És én csak így ráhagytam, hogy jaj, nagyon kedves, nagyon jól esik, nagyon fáj a szívem, de ez esélytelen. Majd 15 perc múlva ez az egész megváltozott, úgyhogy tényleg nem hiszem el azóta sem ezt a pillanatot, de hát úgy gondolom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, mert az akupunktúra az egyik legmeghatározóbb dolog azóta az életemben. És tényleg számtalan lehetőséget adott, nem csak zenei téren, hanem rengeteg embert ismertem uh-huh. meg. Ugye, mivel rendezvényszervezést végeztem, így akár ennek a világában is rengeteg uh-huh. dolgot tanultam. Úgyhogy igazából azóta töretlenül megyünk előre, marketingeljük a zenekart, próbálunk minél több helyen ott lenni, nyilván fejlődni folyamatosan, mert azért itt gyerekekről van szó, mint ugye Zsófi említette, hogy alapfokú uh-huh. művészetoktatási intézmény. Igen, általános iskolások. Tehát, hogy akár igen, a legkisebbek tényleg ilyen általános iskolák, 5.-6. osztálytól vannak már benne, és kőkeményen zenélnek, és annyira cukik, mert nem tudok erre úgy mondani, hogy a basszusgitárral a kezében ott áll, és olyan tökéletesen játszik, hogy az ember el sem tudja, hogy tényleg van ilyen. Én hát még hozzátenném Emiliához, hogy mögötte van egy intézmény, e mögött a kezdeményezés mögött, ez neked is nagyon jó volt annak idején, mert például Flóra ugye zenéből, vagy énekből még külön oktatással tudja segíteni Aha. az egyes csapattagokat. Mert elképzelhető, hogy valakit abszolút nem érdekel a klasszikus zenei vonal. És úgy is van vele, hogy ő csak zenélni szeretne, mert kiindulunk a Megasztárból, meg az összes több ilyen tehetségkutató műsorból, hogy oda megyek, és akkor én majd megváltom a világot. És akkor általában ott nagyon sokan ugye pofára esnek emiatt, mert nem teljesen úgy állnak azon a szinten. Itt viszont megvan az a lehetőség, hogy kicsiben elkezdik kipróbálni magukat, lassan lépegetnek fölfele, tényleg úgy építik fel az adott zenekart, hogy idővel összekovácsolódik, tehát megvan az az átfutási idő, nem egyik pillanatban a másikba kerülnek át egy teljesen új közegbe, és hogyha zeneileg még nincsenek azon a szinten, akkor tudunk egy képzést mögé tenni, uh-huh. ami szintén segíthet abban, hogy ő fejlődjön, és még jobb legyen, és elérje azt, amit ő szeretne. Aha. Mit lehet tudni az akupunktúráról, tehát hogy milyen hangszerek és milyen stílus az amit játszanak? Mindig nehéz szó. Akármikor voltam bármilyen felvételen műsorban, sosem tudtam kimondani senki. Gondolkoztunk a névváltáson, de már annyira tetszik, hogy ennyire nehezen kiejthető, hogy már csak azért sem változtatnánk. Igazából most már lelőhetem a poént, a legnagyobb koncert, amire várunk jelenleg, ez a december 20-ai. Uh-huh. Szintén igazából premiérgálának mondható, csak egy kis karácsonyi változata. Hát ez kifejezetten a popsulira vonatkozó gála, igen. Aha. Igen, tehát itt ugye csak a zenei része lesz. Csak kifejezetten az a zenei része. Igen, úgyhogy erre készülünk Aha. most gőzerővel, ez több szempontból is nagyon rendhagyó lesz, de igazából Zsófi tudna erről bővebben mesélni. Én az akupunktúra részéről annyit tudok mondani, hogy egy olyan setlistet állítottunk össze, ami tényleg közönségkedvenceket tartalmaz. Akármelyik szám fog megszólalni, rögtön tudni fogja mindenki, hogy melyik lesz az. Próbálunk nagyon kedvezni mindenkinek, mert ugye itt fiatalokból álló közönség lesz főként, uh-huh. de az idősebbek is, akik meg már hallottak minket, ismerik, hogy miket játszunk, viszont itt lesz egy olyan szám is, ami
ami rendhagyó abból a szempontból, amit majd most elmondhatsz nyugodtan, mert szerintem ez a fő titka. Hát, hogyha most kicsit kitérünk akkor a december 20-ára, annyit kell róla tudni, hogy itt a Heinekenben kaptunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit össze rakjuk ezt a néhány bandából álló csapatot, és a legkisebbektől a legidősebbekig végig fel tudnak sorakozni, illetve egy ilyen kis zenekarral szeretnék megörvendeztetni karácsonyra a közönséget, a szülőket, illetve a barátokat, és emellett meg nagyon jó lehetőség jött, hogy jön egy budapesti zenekar a Fataláról, aki vállalták azt is, hogy egy kis ilyen podcast-szerűen, egy kis interjú, ahol ennek az egésznek ennek az egész estének a lényege pont arról szólna, hogy honnan lehet elindulni, hová lehet eljutni egy ilyen kezdeményezéssel, miközben egy kicsit azért beszélgetés is lenne benne, illetve ugye a zenének ez a fajta szeretete. Mindenki megmutathatja, hogy mi az, amiben erősebb, ki többféle zenei stílus is megjelenik. És akkor én itt egy kicsit Szabinának adnám át a szót, mert ebben ő sokkal inkább szakember, mint én vagyok. Tehát én inkább a rendezvényszervezésben, illetve magában a szervezésben veszem ki a részemet. A zenei részét azokat ti tudjátok, hogy ki körülbelül milyen stílusban, illetve hogy ti milyen stílusban léptek fel, hogy a Fatal hogyan érkezik, stb. Vagy jól beleszúrtam. Nyilván ez nem egy gyermekműsor lesz abból a tekintetből, hogy nem ezek a szokásos óvodában elhangzott csengettyűs énekek lesznek, a mi részünkről biztosan nem. Tehát mi már inkább elmentünk abba a stílusba, ami ilyen rúgósabb, tényleg rocknak nevezhető. Kőkemény rockot játszunk, most már kijelenthetjük. Úgyhogy hát az én tudomásom szerint a Fatális ilyen ilyesmi stílus, ha bár nehéz mostanában ezeket rockzene, mégis van közte különbség. Igen. Különböző dolgokat rá szoktak húzni, hogy ez ilyen rock, az amolyan rock. Nekem igazából a rockzene az rockzene. Ha hallgatható és dallamos, akkor jöhet. Nem tudom pontosan, hogy a Fatal Error milyen stílusba, vagy milyen stílusú zenéket játszanak, de ők ezt szerintem el fogják mondani 20-án, mert biztos, hogy erre is rá fogunk kérdezni. Úgy van. Külön kis interjúval, ahol azért szeretnénk azt is tudni, hogy ők honnan indultak, hogyan indultak, mert ez egy nagyon jó gyakorlat lehet a most kezdő pop generációnak, úgyhogy igyekszünk tényleg minden körítést sel együtt kielégíteni az érdeklődőket. Szeretnénk tényleg azt, hogy nagyon-nagyon jól érezzék magukat ezen az estén. Délután 6-kor nyitnak a kapuk, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a rendezvényre. Gyakorlatilag itt ilyen nagyon ilyen jelképes 1000 forintos jegyfelajánlással, tehát hogy nem egy ilyen horror nagy összeggel nyilván. Ez is inkább az alapítvány, illetve a popsuli felé irányulna, hogy tudjuk őket támogatni a továbbiakban is. Úgyhogy ez lenne az elsődleges célunk. Illetve megmutatni ugye a nagy közönségnek őket is, a kicsiket is, illetve mindenkit, aki ebben részt akar venni. Még arra akartam rákérdezni, ugye itt említettük is, hogy ahhoz képest, hogy az akupunktúra, és kimondtam egyből, elég fiatal zenekar, de hogy ez egy elég nagy számú fellépés ahhoz képest, hogy ez vajon minek köszönhető, hogy... Nagy részt apukámnak. Úgyhogy már itt megragadhatom ezt a lehetőséget. Igazából tényleg nagyon sok embernek. Az iskola az alapvető támogató, tehát nélkülük nem jutnánk el szinte sehova, de mellé muszáj, hogy kapcsolatokkal rendelkezzünk. Nekem ugye édesapám
nagy kapcsolati rendszerrel rendelkezik, úgyhogy általa sok helyre tudunk jutni. De hozzátartozik, hogy ugye mivel gyerekek vannak a zenekarban, nekik a családjuk még nagyon abban a korban van, amikor úristen zenél a gyerek, és akkor mindenkit a keresztanyától a másodonok a testvérig elhívunk, és akkor gyűlik a szám, és tényleg azt vettük észre, hogy így időről időre egyre többen vagyunk, egyre többen ismernek, egyre több embert hoz, és tényleg már kapunk felkéréseket, nem csak arról van szó, hogy mi megyünk, hogy mehetnénk-e fellépni. Nyilvánvalóan még mindig abban a stádiumban vagyunk, amikor meg szeretnénk ismertetni magunkat a közönséggel, és nem hasznot húzni ebből, fejlődni szeretnénk, hogy egy olyan produkciót tudjunk előadni, ami élvezhető a közönségnek, nem csak azt mondják, hogy jaj, de aranyosak voltak, megtapsoljuk, nagyon ügyesek, és úgy gondolom, hogy már eljutottunk erre a szintre, tehát nem egy pozitív visszajelzést kapunk olyan emberektől, akiket soha életünkben nem láttunk, vagy tényleg nem anyukának a barátnője, és azért mondja. Hát mint mikor a legutóbbi koncerten egyik helyszínről a másikra így tömegestől jött át a közönség a szakadó eső ellenére. Igen. Úgyhogy az ilyen az nagyon jól tud esni az embernek, és látja, hogy van értelme annak, amit csinál. Igen, hát ez volt a legnagyobb visszacsatolás. Igen. Igazából. Ugye Tokajban voltunk utoljára koncertezni, ott közvetlenül egymás után volt a koncert, tényleg úgy, hogy a hegyről gurultunk le a cuccokkal egyet, hogy 10 perc múlva fellépjünk még egy órát, és ott tényleg meghívást kaptunk. A két helyszín, ahol felléptünk, a szeptemberben megrendezésre kerülő utcazene fesztivál után kaptuk ezeket a felkéréseket, mert annyira tetszett a közönségnek is, akik ott csak járókelők voltak, illetve a hely tulajdonosainak, hogy már most is a koncert után úgy köszöntünk el, hogy jövő nyáron ezt folyamatosan is, akár heti rendszerességgel csinálhatjuk, úgyhogy gondolkozunk, hogy így két lakiként majd nyáron Tokaj-Miskolc közt ingázunk, de tényleg ez egy hatalmas visszajelzés volt, illetve ugye próbálunk tényleg jelen lenni a social médiában, hogyha már fiatalokról van szó, de egyébként teljesen mindegy szerintem már, mert kortól független is van, hogy oldalakat az idősebbek sokkal jobban nyomnak előre, és a fiatalok kezdenek leválni, például a Facebookról, én ezt veszem észre, de ott például pont fél órával ezelőtt értük el az 500 tagot, úgyhogy én ezt már nagy mérföldkőnek könyvelem el, mert ott tényleg nagyon aktívak vagyunk. Aki abban a csoportban benne van, az mindent is tud, ami történik a zenekarral, úgyhogy igyekszünk előre menni töretlenül. Nyilván vannak nehézségek, de szerintem összesen hasonlítható, hogy másfél évvel ezelőtthöz képest most hol állunk. Jó, hát akkor én a jövőre nézve, akkor azt kívánom, hogy akkor a következő évben sikerüljön még több koncertet, még jobban megismertetni a zenekart, az iskolának is minél több sikert, minél több tanulót, és akkor még egyszer december 20-a, mindenkit arra biztatunk, hogy menjen a Heinekenben, nézze meg a fiatalokat, nézze meg a zenekarokat, ha pedig akár a zene, akár más művészeti ágban tanulni szeretne, akkor keresse a Premier Alapfokú Művészeti Iskolát. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Mi is köszönjük. Mi köszönjük a lehetőséget.